A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Egy idézettel hadd kezdjem, hiszen ez egy fontos gondolatsor. A sors akarata folytán már nem tudom személyesen megköszönni, hogy egy összezavart tudatú világban gyönyörű rajzaival segített minket visszatalálni gyökereinkhez. Azt gondolom, nekünk élőknek kötelességünk, hogy ez az életmű minél szélesebb körben folyamatosan közkincsé váljon mindannyiunk okulására, szellemi gyarapodására, azon felismerések reményében, amelyekkel szebbé és jobbá tudjuk tenni magunk körül a világot. Most ezt Koltai Gábor filmrendező írta Lendvai Antalról. Ma pedig Lendvai Antalra fogunk emlékezni, vendégeim pedig Lendvainé Rózsa Dombi Ágnes, Lendvai Antal felesége, lelke jobbik fele, ahogy tetszik, és gyermeke, fia, immáron nagyfia, Lendvai Márton. Tisztettel köszöntöm Önöket! Nos, hát ez egy fontos gondolatsor mindenképpen. Azt hiszem rávilágít arra, hogy mi mindent köszönhetünk a fájdalmasan korán elhunyt képzőművésznek, aki nem csak festőművészként, hanem grafikusként és számos más művészeti ágban is megmutatta mindazt, ami a 21. században is elismerésre méltó. Korántsem véletlen számtalan ilyen hozzászólást olvastam az elmúlt időszakban, de azt hiszem Koltai Gábori az, ami jószerivel mindent elmond erről az életműről. Nagyon-nagyon fontos volt, hogy hosszú idő után Gárdonyi Géza művelődési házban, amelyről mi is beszámoltunk a tévében, egy olyan vernisszázs került az emberek elé, a képzőművészet barátai elé, amely ha nem is átfogóan, de azért nagyon folyamatosan és azt hiszem, hogy fontos adalékakkal szolgált ehhez az életműhöz. Kicsit beszéljünk, Ágnes, arról, hogy hogy kezdődött ez az egész történet, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy egy rendkívüli tehetséggel megáldott emberről van szó, aki bármilyennyire is furcsa, a képzőművészeti egyetemre vagy akkori főiskolára nem járt. Igen, hát éppen ezért nehéz életkezdés, nehéz pályakezdés volt, mivel azok a tanárok, akik egy diploma után, vagy azok a társak segíteni tudták volna, ez neki nem jutott osztály részül, ezért más, küzdelmesebb úton kiállításokra való beadás, még először, mint amatőr, aztán utána megpályázni a Fiatal Képzőművészek stúdióját, és a művészeti alapot, az adott jogosultságot itt Magyarországon akkoriban egy képzőművészettel foglalkozó embernek, hogy profi kiállításokra adhasson be. De addig az egy küzdelmes dolog, tehát addig bizonyítani kell, annak ellenére, hogy én úgy gondolom, hogy mindegyik főiskolán, az iparművészetén is, meg a képzőművészet is felvételén bizonyított, ahogy ott szóban jelezték is neki, de hát akkor sajátosságainál fogva ez így alakult, hogy nem vették fel. Nincs kétségem felőle, hogy ott lett volna hely nyilvánvaló, hiszen bizonyított animációs filmekkel, könyvillusztrátorként, reklámgrafikával, grafikákkal és így tovább. Ezt gyermekfővel miként élte meg? Ez nehéz kérdés. Ugye egyrészt elég régen volt, másrészt ebbe a vonalba, amit édesanyám az előbb megfogalmazott, talán nehéz beleilleszteni. Amire én emlékszem, az, hogy folyamatosan lehetett érezni az otthoni környezetben, a hangulatban azt a szenvedélyt és elkötelezettséget a művészet és a saját művészet és általában a művészetek iránt, amit ő képviselt. És ismétlem a szót, szenvedély, amit ő
megélt szerintem minden nap azzal kapcsolatban, hogy újat teremtsen és valami újat hozzon a művészeti palettára. Mennyiben volt megerősítés önnek a folyamatos elismerés, amely övezte tulajdonképpen a pályafutását, hiszen a ideje korán befutott, azt nagyon is jól tudjuk, és nem csak Koltai Róbert okán, hogy ő ezt később írta, hanem számos olyan művészember, székesfehérvári művészember is kimondta a kimondhatatlant, hogy igenis ott van a, ha úgy tetszik, rossz ez a megfogalmazás, de a nemzetközi élmezőnyben van a helye. Hiszen azok a szürrealisztikus hatású képzőművészeti alkotások, ami meg annyi programpontból áll tulajdonképpen, az mindig feltűnést keltett. Milyen volt ez a folyamat? Hát igen, a Záron Nagy Lajos bácsit emelném ki, aki amikor egy kiállítást építettünk, én is jelen voltam, mondta neki, hogy Tónikám, ezt nem itt kellene bemutatni, hanem valahol Európában, ez szó szerint így hangzott el. De valóban a pestiek közül is támogatták, a Barabás Márton nagyon jó barátja volt, nagyon támogatta és nagyon jól tudta, hogy nagyon tehetséges, mert még mikor a Barabás Márton főiskolára járt, őt felvették, együtt jártunk rajzolni, még Tahitót faluba, meg egyéb helyekre, akkor tehát tudta ő is, hogy nagyon tehetséges, de hát voltak más fiatal kortársak, akikkel ezt érezték is, meg tudták is róla. Ugyanis tehát bármennyire is egy bizonyos ideig nem figyeltek rá, de gyorsan beközetkezett a váltás. És ez gyakorlatilag csak nem a világhír névig indult el, hiszen azért ritkán neveznek ugye a festészet, a képzőművészet Pavarottiának valakit, hiszen annyira különleges volt az ő önmagában az a mechanizmus, ahogy felépítette a képeit, ami mindenkinek nagyon sokat mondott. Ha így utólag rátekint egy-egy képre, akkor milyen gondolatokkal tudja elmondani mindazt, amit lát, hiszen én azt hiszem, hogy ez egy olyan művészet volt, ami gondolkodni kell. Igen, én kicsit szét, tehát több dolog jut erről eszembe, ugye az egyik az az, hogy tehát több korszaka volt neki, és többféle kép van, tehát az én emlékeim szerint a legutolsó fázis, amiben a szimbolika volt nagyrészt jelen, teljesen másfajta, vagyis mondjam, élményt vagy gondolkodtató jelleget nyújt a nézőnek, mint például mondjuk egy lovak sorozat, vagy a lovas képei. Minden esetben én úgy emlékszem, most is ránézve olyan képekre, illetve akkoriban, és nekem az itt mindig az eszembe, hogy ő nem szeretett magyarázatokat szolgáltatni a képekhez. Tehát neki az volt mindig amikor én megkérdeztem tőle, hogy most ezzel mit akart mondani, vagy mit akart mutatni, akkor azt mondta mindig, hogy azt akarom mutatni, ami a nézőnek az eszébe jut. És ugye ez az ön kérdésére utalok vissza, hogy szerintem minden embernek most is nekem is, illetve másnak is az adott életszakaszában az adott hátteréhez képest kicsit más jut az eszébe, de nagyon fontos az, hogy ezek a képek nem csak arról szólnak, hogy van mondjuk egy szép táj, bár vannak tájképei is, hanem a legtöbb képben valóban több van mögötte, és érdemes ezeket tovább gondolni, leülni elé, gondolkozni róla, sőt, amikor az ember esetleg nem nézi, akkor is eszébe juthatnak olyan vonatkozások, amik korábban nem. Tehát én mindenképpen egy mélyebb tartalmat gerjesztő alkotássorozatnak tartom azt, amit ő létrehozott most is, visszagondolva rá. Nyilván a siker megerősítést hozott, ugyanakkor milyenek voltak a hétköznapok? Milyen volt például az ünnep, mert bizonyos vagyok benne, hogy az ünnep volt egy-egy mű megszületése, de milyenek voltak a hétköznapok, hiszen nyilvánvaló, hogy aki ennyire mélységére ás az emberi léleknek, és ezt kifejezi minden egyes képén,
az másként éli ezt meg? Én szerintem, tehát egy kicsit másképp mondanám. Én úgy gondolom, hogy oly mélyen rácsodálkozott a világra, és olyan őszintén. Tehát ezért is volt az, hogy mindenféle technikát kipróbált, hogy nagyon sok volt a témája, tehát mindig, rengeteg, de most is, amik most rakjuk össze, ugye a mindenféle apróságot, ami megmarad, de ilyen kis jegyzeteken annyi ötlet, annyi téma van még most is a kezünkben, hogy ezt a legnehezebb megemészteni, hogy ezt az, hogy nem tudott tovább lépni ebbe az életműben. Mi volt a kérdés, bocsánat? Ünnepek. Ja, az ünnepek. Hát még azt is hozzátenném, hogy amikor úgy nagyjából elkészült, nem tudom, hogy a Márton emlékszik erre, de amikor úgy nagyjából elkészült egy képpel, akkor mindig kihozta nekünk, és megmutatta, hogy na, mit szóltok, mit gondoltok. Azt nem azt jelentette, hogy ő most elfogadja, amit mi, de érdekelte. A film akkor még csak tizenvalahány éves volt, de az ő véleménye is érdekelte. És ez egy nagyszerű dolog volt. És hát az ünnepek, ragaszkodtunk, amennyire csak lehetett a hagyományokhoz. Hát viszont akkoriban, főleg a 70-es, 80, hát a 80-as évek már az egy kicsit levegőt lehetett venni, de megélhetési, tehát a megélhetéssel kellett törődni. Tehát a grafika elsődleges volt egy ideig. Mindenképpen. Tehát, hogyha éjjel felkelt, akkor a gondolatait azonnal levázlatolta, és ahogy kipattant a szeme, úgy, ahogy volt, már ront, és se nem evett, se nem ivott, ő már akkor azt ki akarta próbálni a papíron vagy a vásznon. A gyermek ezt miként érte meg? Az ünnepi részre vonatkozóan, hát vagy a hétköznapokat inkább először, és utána persze, hát a hétköznapok után következnek az ünnepek. Én őszintén sokat hallja az ember másoktól is, de én nem tapasztaltam, hogy is mondjam, nehézségeket a mindennapi életeinkben, tehát biztos, hogy a szülők részéről nagyon, hogy is mondjam, sok nehézséggel kellett szembenézniük, de biztos ebben benne van az is, hogy ők próbáltak engem milyen szempontból védeni, hogy ez nem ne látszódjon, vagy ne ez jöjjön le. Én úgy emlékszem vissza, hogy egy teljesen nyugodt, kiegyensúlyozott gyerekkorom volt. Amikor ünnepi időszak volt, akkor mi is családdal is találkoztunk, intim hangulat volt, mindig azért ennek megtaláltuk az idejét és a módját. Most biztos, hogy voltak olyan családok, akik ezt sokkal jobb anyagi körülmények között tudták megcsinálni, de én még azt sem mondanám, hogy mi, tehát én nem úgy emlékszem rá, hogy mi szegény körülmények között lettünk volna. Lehet, hogy nem voltunk nagyon vagyonosak, de minden étel-ital, játékok, ajándékok, karácsonyfa karácsonykor, tehát mindenféle olyan környezeti elem adott volt, ami szerintem egy gyereknek, akár még a gyerekközösségen belül és a társalgás közben megadta azt a hátteret, hogy én nem éreztem magamat hátrányosnak. Volt egy olyan pillanat, ami a Antal pályafutásában áttörést jelentett? Gondolok itt kiállításra, egy-egy műre, ami kifejezetten fontos így visszatekintve. Hát két ilyen epizód volt. Az UNESCO aranyérmet azt ugye úgy nyerte el, hogy a Dr. Farkas, olyan Istenem, Tamásné, a rajztanára, ezt majd vágjuk ki, mert tehát a rajztanára a második Rákóczi Ferenc általános iskolában azt a bátorságot követte el idézőjelben, hogy a gyerekeknek a rajzait az OTP-n keresztül egy ügyintézővel kiküldte Nyugat-Európába, és 60
2003-ban így nyerte el az UNESCO aranyérmet, ez volt az egyik áttörés. A másik pedig hát a Dévfehér Zsuzsának, aki a TV Galériájának volt annak idején a főszerkesztője, és mint művészettörténész, vagy Szegeden, úgy tudom, egyetemi tanár volt, tehát nagy tekintély volt a területén. Ő fedezte fel egy műcsarnokbeli kiállításon, és attól kezdve ő ezt nagyon támogatta, és tényleg az Isten áldja megérte, ő bátorította, az önbizalmát erősítette, és mint egy keresztanya, tehát olyan nagyon-nagyon sokat köszönhettünk neki. Igen, hát gondolom a határon túli kiállítások is, hát, és nem csak Európában is nagyon-nagyon fontosak voltak. Ezt miként érték meg, hiszen az már egy, úgy tetszik, egy kiteljesedést jelent, ha valakire nem csak itthon figyelnek, mert itthon azt nagyon is tudjuk, hiszen itt van Ászabó János, vagy Dévfehér Zsuzsanna, Lóska Lajos művészettörténész gondolatsora előttem, ahol úgy olyanokat fogalmaztak meg, amelyeket kortárs képzőművészről nem nagyon írtak a hozzáértők. Hát ugye ez a 90-es évek elején az első bécsi bemutatkozások, meg az osztrák bemutatkozások adtak erre lehetőséget, és amikor ott látta, hogy nagy az érdeklődés, és lehetett beadni már külföldi kiállításokra munkákat, akkor ez már izgalmas volt nyilván neki, és akkor ezeket, ahol lehetett, megpróbáltam, mert nem csak a belső zárt világ, hanem a külföldi megmérettetés is ugyanolyan fontos volt. Nagyon fontos kérdés most a kiállítás kapcsán, hogy milyen elvek mentén sikerült ezt összeállítani, hiszen ha már egyszer megemlítettem, ugye Lóska Lajos, aki egy fantasztikus irodalomtörténész volt, így fogalmaz, illetve művészettörténész, hogy a papír fehér pusztaságában elvesző, a képmező szélére szorított piciny ember és állatfigurái magányosak, kiszolgáltatottak, a szabadba, a természetbe vágynak, de nem tudnak oda eljutni, hiszen a lakótelep sivár világa veszi körül őket. Lendvai Antasi, ez nagyon fontos mondat, gyermekportréval és állatábrázolásaival újra felfedezte a lírát. Csodaszép gondolat. Nos, tehát akkor a kérdés, hogy a mostani kiállítást milyen gondolatok mentén állították össze? Hát ez egy átfogó. Minden lépést egy kicsit bemutató anyag. A Lóska Lajosra visszatérve, az tulajdonképpen lírai grafikusnak fogalmazta meg, és volt is olyan tárlat, azt hiszem talán fent a várban, hogy lírai grafika, és ő ebbe a körbe kedvelte, remélhetőleg kedvelte őt. Úgyhogy a kiállítás az mondhatni, hogy korszakonként azért bemutatja az életpályáját. És milyen elvek mentén folytatódik ez a kiállítás sor, hiszen nyilvánvaló az imént említett Ágnes, hogy nagyon sok kép van még ott. Lesz-e olyan tárlat, ami stílusban külön-külön bemutatja mindazt, amit Lendvai Antal a képeivel megfogalmazott? Hát ugye a kiállításra meg kell hívni az embert, meg a művészt. Most egyelőre én nem tudom, hogy a fehérvári galériák, vagy egyáltalán a galériák milyen anyagi helyzetben vannak, hogy milyen lehetőségeik vannak kiállításokat építeni. Most ebben a pillanatban nem kértek fel, de lehet gondolkodni esetleg olyanon is, ami még nem volt sehol bemutatva, mert olyan is van. Egy kis, mondjuk egy kicsi kiállítás. Tehát akkor gondolkodnak ezen mindenképpen. Hát most ezeket az anyagokat rakjuk mindenképpen össze, hogy könnyen megtalálható legyen. Tehát ez egy határozott jövőkép? Előttünk, hogy mi székesfehérváriak, illetve magyar képzőművészet rajongók, ne adj Isten, határainkon túl is megismerhessék Lendvai Antal művészetét?
Hát ha igen, más nem online, azt Márton szorgalmazza inkább, vagy leginkább, mert ő érti jobban. Én úgy gondolom, hogy azért az elmúlt, tehát hogy ahogy talán még a beszélgetés előtt szóba került, most már körülbelül 28 év telt el azóta, mióta elhunyt, és tehát mi nekünk minden nap a függetlenül a kiállításoktól minden nap az fejünkben van az, hogy itt egy hatalmas hagyaték és szellemi és tárház van a kezünkben, amit szeretnénk, hogyha az emberek megismernének. Ugyanis édesapám is biztos, hogy azért készítette ezeket a képeket, hogy minél több embert elérjen vele, és minél több emberhez eljusson. És úgy gondoljuk, hogy nyilván ez ennek az első állomása a Székesfehérvár, ugyanis ő született, ide tartozott, ezek a képek itt készültek. Nagyon örülnék neki, hogyha ennek minél több lehetőséget sikerülne találni a jövőben. Természetesen az online is egy megoldás, de fizikálisan itt Székesfehérvárral is szeretnénk, hogyha ez folyamatosan az emberek elé kerülhetne. Ágnes is bizakodó? Hát, remény hal meg utoljára, azt szokták mondani. Hát persze, a halálának a 25. évfordulójára volt egy felkérés, csak aztán jött a Covid, úgyhogy abból nem lett semmi, és hát most ez a lehetőség állt előttünk, illetve felkérés. A Tunyogi Gábor már több mint egy éve kéri ezt, és nagyon ügyesen és nagyon szépen szorgalmasan beleállt ebbe a dolgokba, úgyhogy köszönet érte. Úgyhogy azt gondoltam én, hogy igazából minden lehetőséget meg kell ragadni, hogy ne felejtsék el őt. Mindenesetre az első lépést megtették, nyilván a művésztársadalom is önökkel van, és azt hiszem, hogy mindenki, minden jó szándékú művészetbarát Székesfehérváron és Magyarországon, hiszen ez nagyon-nagyon fontos. Hát ehhez kívánok önöknek jó munkát. Én azt hiszem, hogy lesz dolguk bőven, hiszen ahogy itt a beszélgetésben is elhangzott már, ha a tematikus tárlatot szeretnének, akkor nagyon sok anyag áll rendelkezésre, és a teljesség igényével pedig azt hiszem, hogy mindenki erre vár, ezt várja, ezt szeretné, mi is. Úgyhogy jó munkát kívánok, és köszönöm szépen, hogy megtiszteltek. Nagyon szépen köszönjük szépen a meghívást. Kedves nézőink! Lendvai Antalról beszélgettünk, hiszen aki már látta, és aki még nem látta, az látogasson el a Gárdonyi Géza Művelődési Házba, hiszen egy korszakos festőművész csodáját idéztük meg most feleségével, Lelke Jobbik felével, Lendvai Rózsa Dombi Ágnessel és Lendvai Mártonnal, a fiával. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.